még mielőtt bármibe belekezdenénk. Sziasztok amúgy. Szóval, a cím kis magyarázatra szorul, úgy érzem. A lényeg, hogy én még a büdös életemben nem játszottam randi szimulátorokkal, és ez lesz az első. A másik dolog, hogy én még a büdös életemben nem mentem be KFC-be, és nem azért, mert hogy nagyon utálnám, vagy egyszerűen nem az én műfajom, meg úgy nem nagyon érdekelt, meg van másik ilyen junk food, amit jobban szeretek, és akkor azt szoktam preferálni. De hogy na, nem vagyok egy nagy KFC rajongó. És akkor most sziasztok, itt van ez a játék! I love you, Colonel Sanders Finger Licking Good Dating Simulator, azaz Sexy Sanders ezredes elveszi majd a randi szimulátor szüzességemet, és hát tudjunk róla, hogy ez a játék egy büdös nagy KFC reklám. Amivel alapból azért nincsen akkora nagy baj elvégre, igazán volt már mindenki látott, hallott erről, meg dolgok, és az egész egy nagy YouTuber clickbait, mármint egy YouTuber bait, szóval azért van kitalálva az egész, hogy játszunk, szóval, de volt akinek már a múltban is, tehát hogy így volt már termékelhelyezés videójátékokban. Tehát, hogy valamit így beraknak, és akkor így reklámozzák. És vannak azok a videójátékok, amik különösképpen gusztustalanok, amik arról szólnak, hogy egy egész termékről szólnak. Például a 90-es években volt egy olyan, hogy Cool Spot, ami meg a 7-Up-nak egy ilyen kabala figurájáról szólt, meg azért még vannak hasonló ilyen videójátékok. Ha tudtok még, akkor nyugodtan írjátok le a kommentbe. De mindegy, ez most egy büdös nagy KFC reklám, ami randi szimulátornak van álcázva, és a Sexy Sanders ezredes lesz benne. Ez beteg. Na jó, akkor nézzük is, új játék. Hello, Chief! Itt az ideje, hogy elkezdjük. Mondd el a nevedet. Csonti. Hú, és még kajapornó is lesz. Ha. Legalább valami jó dolog legyen benne, szóval ilyen nagyon szépen megrajzolt, kisütött csirkecombok, csirkemellek, meg minden, ami csirke, gondolom én. Na, édesreden alszunk, amikor a reggeli nap meleg sugarait átküldi az ablakon a kicsinke kis apartmanodban. A világ békés és nyugodt, akár örökre ebbe a pillanatba ragadnál. Vagy pedig akár fel is kell lehetnél, és akkor valami ilyen... Mint egy csirkét folytogatnálak. Jó, ez már megadja a KFC hangulatot. Igen, tehát a KFC nem akarjuk, illetve hát lehet, hogy inkább akarjuk tudni, hogy milyen módokon, milyen embertelen módokon hentelik le azokat a szerencsétlen csirkéket, meg tartják őket, akikből utána készülnek ott a cuccok. Meg úgy ez úgy az a gyors étterme látszalatoknál ugye egy igen kérdéses pont, ugye, hogy azok a marhák, azok a csirkék, azok a nem tudom én milyen állatok, milyen tartással és milyen bánásmóddal vannak előkészítve, ahhoz, hogy utána kaja legyen belőlük. Na jó, keljünk fel, csapjuk már le ezt az órát, köszi. Na jó, meredezünk szépen a mennyezetre. És azon gondolkodunk, hogy mi minden fog várni minket a szakács egyetemen. Elkezdesz ábrándozni. Komolyan kell vennünk, vagy pedig álmodozunk valamit. Komolyan vesszük. Oké. Ideje elkészülnünk az első napunkra. Miért van itt egy nyaklánc? Amikor én mondjuk egy srác vagyok, és miért? Na mindegy. Ezt a játékot nem akarjuk teljesen megérteni szerintem. Elvég egy büdös nagy reklám. Morning checklist. Tehát fogmosás. Fésülködés, dezodorozás, semmi nem állhat az utunkba, jó? Ez nagyjából a reggeli rutin. Azért fel is kéne öltözni azért, ezt tegyük már hozzá. Magabiztosan kezembe ragadok egy kekszet, bezárom az ajtót, és irány az iskola. Már is megláttuk azt, ami így pumpálni fogja a vért az ereinkben. Egy nagy darab gőzölgő
Kenyeret? Mi ez? Van itt egy gyors tekerés? És ez mi? Ja, hogy ez a menü. Oké. Na, már is nézzük a lenyűgöző egyetemet. Academy for Learning. A tanulás akadémiája. És itt is van életre szóló barátunk, Miriam. Oh, hello Miriam! Jó. Ő a legcukibb és furább emberke együttesen. De imádjuk őt ezért. Aha. Ki mondta, hogy imádjuk? Én nem imádom. Most látom életemben először. Hello, ki vagy idegen? Hello, Csonti. Izgatott vagy az első napod miatt? Aha. Jó, én próbálok nyitott lenni ezekre a szimulátorokra, mondom. Tudom, hogy nagyon népszerűek valamiért. Meglátjuk. Meglátjuk, hogy megértem-e, hogy miért. Illetve hát így technikailag értem, de hogy így átjön ebből nekem valami most, ugye ez a kérdés. Először készített magának reggelit, de amikor megettem, egyszerűen semmi szeretetet nem éreztem a kaja iránt. Nem vagyok jó. Mi van, hogyha elbukom? Klasszikus Miriam. Mester séfek gyermeke, mármint Miriam. És nagyon magas standardekhez köti magát, tehát nagyon magasak az elvárásai magával szemben. Jó, a kisgyerekek vagy, tehát kisgyerekkorunk óta ismerjük egymást, és amióta együtt játszottunk így a kis homokozóban, tudom róla, hogy ő a legodaadóbb, legszeretőbb ember, akit ismerünk. Nagyon jól ki fogunk jönni. Free day only semester. Tehát három napos semester? Azt hogy? Félek, hogy lemaradok és nem fog. Jó, 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 tiszta para a kis csaj. Bocsi, próbálok közben olvasni és fordítani. Na jó, próbáljunk valamit enyhíteni a kis lelki világán. Na jó. Emlékszel arra, amikor tarot kártyákból jósoltattál magadnak? Azt a maszkos hölgyet a rémálmaiban látja viszont, és próbálja elfelejteni. Na, ő azt mondta neked, hogy nagy dolgokra születtél. Jó. Na, szeretne valami helyes ráccal találkozni. Na, tudjuk, hogy fogsz találkozni itt egy helyes ráccal hamarosan. Elvarázsolod őt a főztöddel. Na, kezd megvigasztalódni. Na, jó van. Ő vágta le a saját haját. Jó, gratulálok hozzá. Mielőtt tovább beszélgetnénk, valaki így nekünk jön és kiveri a kezünkből a könyveket, meg a mérőkanarakat, amiket pakoltunk. Hey, ki ez? Az igen. Ashley. Mi? Ashley. Jó, legyen Ashley. Az ősi ellenségünk. Kihegyezett fogakkal és szívecskés dekoltázzal. Teljesen gonosz, de nem tehetünk róla, de féltékenyünk vagyunk rá. Mindent megkap, amit akar. Ez nagyon gonosz. Rögtön átérzem.
Aztán, és ahogy nézem, a harisnyáján meg csirkecombok vannak. Kemény. Ez valami ilyen... ilyen mekis utánérzés, vagy nem tudom, ilyen piros mekis ruha. Régen emlékszem, mintha ilyen lett volna a dress, de nem tudom. Szóval ez is valami, szerintem valami rivális gyorsétterem láncnak valószínűleg az outfitje. Hello, Ashley. Na jó, itt most a lányok így vergődnek. Mikor jön valami akció? Vagy mikor fogok én valamit csinálni? Vagy csak olvasni kell a szöveget, és közben majd jön Colonel Sanders, és elveszi a szüzességünk? Vagy mi történik itt most? Ő itt van. Aki mindent kétszer-kétszer mond. Jesszus Isten, mi ez? És ilyen csillag formájúra van vágva a haja. Nagyon nem értem ezt, de kb. A csajok képe az mindent elmond, amit én is gondolok. Na, és van, az így nagyon közel áll Ashleyhez. Pont úgy, mint mi Miriamhoz, tehát ők is egy gyerekkori barátok, csak kicsit olyan furább a viszonyuk. Nem hiszem el, hogy ilyen embereket beengednek ebbe az egyetembe. Jó, van és Ashley nagyon magabiztosak. Ez a kis csaj meg még mit pózol itt így? Tehát, hogy így... Így hogy lehet állni perceken keresztül? Na jó, mikor kezdődik az oktatás? Na, gyerünk Miriam! Hello. Na, ahogy megyünk a terem felé, ebbe a kis kölyökbe botlunk, hát neki is ki van hegyezve a foga, úgyhogy lehet, hogy gonosz. Nem, ő Pop. És van nála ilyen kis itóka is. Ja, ilyeneket hurcoláztam én is suliba. Upsi. Eltörött. Mi törött el? Ja, mert hogy az ablaknak támaszkodott, és lehet, hogy eltörte az ablakot, vagy betörte. I love you. Azt hiszem, azt akarod mondani, hogy inkább, hogy köszi, nem azt, hogy szeretlek. A nevem Pop. A popámról, Pop-Popról neveztek el, de jó. Úristen, de idióta ez a játék. Hogyha ő ebbe az iskolába ilyen fiatal jár, akkor biztos nagyon jó séf. Na jó, most bemutatkozunk. Na, a Miriamnak tetszik a kis csávó. Élete választottja lesz. Lehet, egy kicsit följebb rakom magamat. Csak hogy lássátok a szöveget teljes valójában. Na, végre benn vagyunk az osztályban. És ez egy kutya szemüvegben, és egy sütőlapáttal a szájában. Hello. Sprinkles. És még beszélni is tud a kutya. Az igen. Na, mit keres itt ez a nagyon cuki kutyus az osztályban, amikor becsengettek? Ja, hogy ő itt az egyetem rektora, a kutya. Jó, ez valószínűleg mindent elmond erről az egyetemről. Hívjatok kutya professzornak. Lehet, hogy cuki és szőrös vagyok, de még ennek ellenére is tiszteletet óhajtok. Wow.
Micsoda? Egy cuki kutya professzorunk lesz? Ez a legjobb egyetem a világon! Na, hurrá, hurrá, lesz egy professzor kutyánk. Jó, ő meg fázik, valaki csukja be az ablakot. Ja, de nem te vagy az, aki kitörted az ablakot, mert neki támaszkodtál? És utána ő besétál. Ha! Sexy Colonel Sanders. Egyből érezni kezdted az auráját, ahogy besétált a kis kecske szakállával. Az idő kimerevedett. Reméljük, hogy csak az idő merevedett ki. Ez ő. A kedvenc tanítványom. Colonel Sanders felbeszakítja a kutyust, mielőtt befejezhetné a mondatát. Hívjatok ezredesnek. Egy kis kigyúrt. Sanders ezredesnek. Jó, most itt kb. Nyáladzás még, hogy mennyire romantikus ez a pillanat, hogy megpillantottuk Sanders ezredes. Na, itt vannak Ashley-ék végre. A rossz arcok majd helyre teszik itt a hangulatot. Ki kéne nyitni az ablakot. Aha. Senki nem beszél így a barátommal. Jó, már elkezdődik az oltogatás rögtön a tanórával együtt. Összetakarítom magam. Igazából nem tudom, hogy most ez a játék így mit akar. Tehát, hogy elkezded játszani fiú vagy lány, vagy valahol a kettő között. Na most, ha lány vagy, tökre érthető, hogy így tudsz azonosulni azzal, hogy belezúgsz a Colonel Sandersbe. Vagy legalábbis, na. Ha fiú vagy, na, ott azért, tehát egy ilyen nagyon furcsa pályára állít rá ez a játék. Jó, mondjuk, hogyha a saját nemedhez vonzódsz, az más, de ha meg tehát, hogy értitek, tehát, hogy én így nekem, mint heteroszexuális személynek, ez most így egy nagyon furcsa élménnyé kezd válni. Ha meg valahol a kettő között vagy, akkor mindegy. ez az osztály, ez nagyon meleg. Meleg, meleg, meleg. Forró. Forró, forró, forró. Na, valami oktatás is lesz, vagy valami, ahol csinálhatunk valamit, vagy csak így választunk a között, hogy most bunkók leszünk, vagy nem annyira bunkók. Na, a kutyus az így magyaráz nekünk. Valami kis cuki kis kaját kéne készíteni. És hogyha megvagyunk a kajákkal, akkor utána lesz egy kajacsata az arénában, hogy mindenki így megpróbálja lefőzni a másikat kb. Jó? Van egy másik diák, aki késett. Ajaj. Na, a kutya az most berágott. És rögtön leteremti csöndet. Késni az óráról már önmagában véve elég rossz, de félbeszakítani kutya professzor monológiát, hát ez a megbocsáthatatlan bűn. De hogy ő már harmadik éve jár ide, akkor biztos egy ilyen nagyon szerencsétlen, ugyanis háromnapos a szemeszter, vagy a trimester. Úgyhogy ha már ő harmadik éve tolja a három napokat, akkor valószínűleg kifejezetten tehetségtelen. Na. És a kutya mindjárt lehugyozza. Na jó, ez elfogadhatatlan, hogy valaki késsel, úgyhogy kutya professzor mérges, aztán sírva fakad.
Clank. Ő konkrétan egy ipari sütő. Tehát egy ipari sütő is ide jár az osztályba. Aha. Na most vele hogy kéne azonosulnom egy sütővel? Hogy? 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 Jó, de láthatólag nagyon nagy spanok a kutyával az ipari sütő. Na jó, essünk már túl ezen. Na. Na lássuk. Adni kell a kutyának valamit, hogy kicsit kiengeszteljük így a rosszul indult első óráért, és belenyúlunk a zsebünkbe, és mit adjunk neki? Egy marha csemegét, egy gumilabdát, vagy pedig egy csirke snacket. Most ez a chicken snack, ez vajon a csirkefalatok akar lenni? Valószínűleg csirkefalat. Adjuk neki a csirkefalatokat, elvégre ez egy nyomorult KFC promójáték. Valószínűleg annak fog a legjobban örülni, majd figyeljük meg. Sprinkle, a kutya szemei kitágulnak és egyből ráfókuszálnak a csirkére. A kedvence. Oh, mi más lehetne. Na, mi leszünk az új kedvenc tanítványa. Egyből bezabálja a falatkát. És összenyálozza a kezünket. Jó, jó, hát ilyen az, amikor a professzorunk a tenyerünkből eszik, szó szerint. Na jó. Üljetek le, fiatal séfek. Aha. Ó, még van egy szék itt Miriam mellett, oké. Vagy leülhetünk Sexy Sanders ezredes mellé is. Hát na, hogy Sanders ezredes mellé ülök. Hogy a viharban-e? Jó van, hogy ne vessél rám ilyen csábos pillantásokat, már kiráz a hideg. Na, és most mi van, mi történik? Jó, itt most igazán arról van szó, hogy a játék folyamatosan így ilyen hangulati elemekkel szórakoztat, egészen addig, amíg választani nem kell, vagy most ez mi? Hogy ebben tudjuk tovább léptetni. Na, végre, újabb választási lehetőség. Na, valami feladványt kaptunk, hogyha A vonat B pontba utazik, és B vonat A pontba, akkor mennyire fontos az, hogy sütés előtt megmosd a kezed? Mhm. Uh-huh. Jó, hát mossunk kezet azért főzés előtt. Így van. Na, egy újabb feladvány. Forest is to trees as chicken is to... Itt az erdő olyan a fának, mint a csirke a... tojásnak? Nem, a tollnak. Aha, aha. Night vision szemüveg. Slam dunk, aha, a kosárpalánk. Na, akkor toll, oké. Okay. Most a játék tesztelő, hogy nem vagyunk teljesen idióták? Mi a leghasznosabb evőeszköz, amit valaha készítettek? Egy túlméretezett villa, egy húskloffoló, vagy pedig egy spork. Ja nem, a fork az a kés, bocsánat, nem az a knife. Fork az a villa, a spork az nem tudom mi. Húskloffoló? Nem. Ez nem jó.
Melyik kaja a legjobb a törött szívnek? Bármi, amit szeretettel készítettek, és nem túl csak sóval. A tevehús? Ettetek már tevét? Jaj. Vagy pedig a palacsinta, ami olyan, mint egy butuska arc. Hát szerintem az első. Igen, bármit ehettek, hogyha rossz kedvetek van, csak ne legyen túl sós. Sprinkles kutyus professzor jó kis fiú? Nem. Ő egy beszélő kutya, aki szakácsművészetet oktat. Ő a legjobb kutyus. Na igen, jó. 4 az 5-ből. Na ez lett a mi eredményünk. Nagyon jó. Csak egyet hibáztunk. Nem jó, de nem is tragikus. Na lássuk. Itt az ideje ebédelni. Hú, ha egy lapot kibírok ebből a játékból, na, mi jöhet itt az ebédlőben? Nagyon szép, ide is bevilágít a nap. Szerintem itt még reggel van, tehát hogy most már is ebédelünk. Érzed ezt? Biztos az ebéd szaga. Mi más lehetne itt a kantinban? Jó, itt a Nyomi. A Dagi kisrác, akinek nem tudjuk, hogy mi keresni valója van itt. És itt van Sanders ezredes. Aki csak úgy belibben, csábos pilláival mindenkit elkápráztat, és uralja a pillanatot. Aztán most valamiért mérges. Na, itt azért vagyunk, hogy ebédeljünk. Ki gondolta volna, mindenki örül. Jó, elhajtják azt a Nyomi gyereket. Ó, készített valami különlegességet, hogy mindenkit elkápráztasson Sanders ezredes, és most adics belőle nekünk. Ó, lehet, hogy ezt éreztük ez idáig. Na, visszatartjuk a lélegzetünket, hogy milyen kajával készül minket elkápráztatni Sanders ezredes. És itt van ez. Jó. Oké. Mindenkinek remélem, hogy beindult a nyál elválasztása. Aranybarnára sült, ropogós csirkefalatkák. Igen. Az aroma körbeölel téged. Hirtelen melegséget és biztonságot érzel a szívedben. Ez a játék mindent elkövette, hogy hipnotizáljon téged, hogy menj el és egyél valamit a KFC-ben. De tényleg, tehát hogy... Ó, Istenem, és én ehhez asszisztálok. Ne is gondoljatok arra, hogy mit tettem a csirkével azért, hogy ez elkészülhessen, inkább egyetek. Igen, tehát, hogy ez abszolút leírja a KFC-t minden tekintetben. Például vannak ilyen dokumentumfilmek, amik így arról szólnak, hogy így milyen körülmények között tartják ezeket az állatokat, és hogyan dolgozzák fel őket. Érdemes megnézni mindenkinek, mert valaki gyors étterembe megy, csak nem azért, hogy utána a büdös életben ne menjen, csak hogy így legyen tisztában a dolgokkal, tényleg. Na, most itt jönnek a rossz arcok, és el akarják kérni a receptjét Sanders ezredesnek, aki láthatóan nem boldog tőle. Ez a csábos pillantás. Csak tudni akarja, hogy mik az összetevők, hát ha méreg van benne.
Na, Ashley viszont egy másik megközelítést azt alkalmaz. Le akarja írni a naplójába Ashley, hogy kedves naplóm, ma valami nagyon finom illatot éreztem. És tudtam abban a pillanatban, hogy csak egy igazi úriember tud így csirkét rántani. Testbeszédéből egyből leszűrted, hogy valami gonoszságban mesterkedik Sanders ezredessel szemben. És meg akarja Sanders ezredest kaparintani magának. Ja, és most így cukiskodik neki. Ő is megkóstolja, hogy milyen a csirkefalatka. Van egy ilyen anime is, most nem tudom pontosan mi a neve, de ami ugyanígy egy ilyen főző suliról szól, vagy arról, hogy így főznek konkrétan. És ott is ilyen nagyon durván jól kinéző kaják vannak. Az utóbbi időben nagyon sok animében láttam, hogy így ténylegesen rámentek arra, hogy a kaják azok valami bitang jól nézzenek ki. Na jó, vége annak az ebéd fiaskónak, hála Istennek. És ez most mi? Miután megkóstoltuk Sanders ezredes csirkeszárnyait, egy másik dimenzióba repülünk. Aha. Ja, már tudom, és abban az animébe, amikor így megkóstoltak a kaját, kb. Az volt a lényeg, hogy így megcsinálja a csóka, a csajok pedig, hát finoman szólva, jól érzik magukat tőle. Aztán talán Food Wars, vagy valami ilyesmi volt a címe. Na. Mit csinálunk, miután ebbe a másik dimenzióba repültünk a kaja megízlelése fokán? Próbáljuk fókuszálni az elménket és meditálni a pillanaton. És próbálunk minden egyes ízt azonosítani. Vagy pedig ússzunk tovább a fény felé. Vágyjunk a fény felé, élvezzük a kaját. Elérjük a fényt, ami egyre inkább magába húz. Aha. Megérkeztünk a Tender Fried Chicken Bliss-be. Ez a csirkefalat mennyország. Aha. Csak fűszerek vannak már. Micsoda? Game over. Jó, tehát hogy most konkrétan nekünk rá kellett volna fókuszálnunk az ízekre, ahelyett, hogy átadjuk magunkat a pillanatnak, és konkrétan beledöglünk a csirkefalat mennyországba. És most Miriam megpróbál minket újraéleszteni. Aha. De itt akár vége is lehetett volna ennek a nagyszerű játéknak. Jaj, nem, most ezt az egészet újra kell... Nem már. Jó. Akkor... Aha. Jó, tehát hogy ebben a játékban konkrétan van game over. Na, itt vagyunk. Na, akkor próbáljuk meg beazonosítani az ízeket. Só. Paprika. Oregano. Bazsalikom. De lehet, hogy van benne valami más. Valami fűszeres, valami sötét. Egyre mélyebbre és mélyebbre ásor. Amíg egyszer csak megtalálod.
Lehet, hogy... És kisatírozzák! Kisatírozzák, hogy mi a titkos összetevő. Hát mennyire olcsó már ez? Egy promó játékban kisatírozzák a titkos összetevőt. Rájöttem Colonel Sanders titkos összetevőjére, de titokban fogom tartani. Senki nem vette észre, hogy közben én a téridő kontinuumban tettem egy utazást. Igen, Colonel Sanders egy földön kívüli, aki titkos téridő kapukat nyírt a sirkefalatkájba. Ó, most megközelítem Sanders ezredest. Hello, Sanders ezredes! Ne nézz így rám! Na. Beszélhetünk egy pillanatra? Bármit egy másik sívtársnak. Mi volt pontosan azon a csirkén? Nem akarom tudni, és így fehérrel sati... Ó, Isten. Ez a játék... elképzelhetetlen mélységekbe zuhan pillanatokon belül. Ó, mennyire bátor vagy, hogy megmerted ezt kérdezni tőlem így szemtől szembe. Van egy csirkés botja is. Ó, hogy... Van egy ötlete, amivel majd forradalmasítja a kajaipart, és világhírű csirkés étterem láncot fog nyitni. Ja, hogy ez egy előzménytörténet, amit itt most látunk. A fiatal és üde szexi Colonel ez, vagy ilyen Sanders ezredesre. Igen, bocsi, állnak keverem már, ez a játék teljesen elvette az eszemet. Csak két napunk lesz arra, hogy megismerjük egymást. Hú, az éppen elég. Lehet egyébként, hogyha nem Sanders ezredessel kellene itt flörtölgetni, hanem mondjuk valami kis szexi anime cica babával, akkor így jobban érezném magam egy fokkal, de engem még mindig nem ragadott magával a játék valamiért. Na, és itt megint egy titkos összetevő van, a fehér. Ez az, amit az ő dédnagymamája tanított neki. Fehér? Wow! Nem is gondoltam volna. Nem is tudod, hogy honnan lehetne ilyet szerezni, még akkor se, ha keresnéd. És a fehér, az biztos nem az az íz, amit előtte így kóstoltál. Szóval most már kettő összetevővel közelebb vagy ahhoz, hogy tudjad a teljes receptjét Sanders ezredesnek. Tehát, hogy itt most itt igazából két titkos fehér összetevő van? Ezek szerint. Na, Sanders ezredes elhúzott. Kimegyünk az udvarra. Ó, már megint te vagy az? Na vajon, hogy fog folytatódni az ő kis történet, miután lediplomázott? Aha. Na, miután most kettesben vagyunk Sanders ezredessel, itt a legkiválóbb pillanat, hogy megcsillogtassuk előtte fantasztikus személyiségünket. Na, próbáljuk lenyűgözni őt egy nagy ötlettel, hogy egy extra összetevőt hozzáadjon a titkos receptjéhez. Mutassuk meg a saját erőnket, vagy legyünk szerények. Hát, mondjunk nekik egy új titkos összetevőt.
Kicsit feljavítjuk a csirkefalatokat. Na, van egy-két ötletünk, hogy hogyan javítsd fel a csirkefalatokat. Feljavítani? Meg akarod változtatni a titkos receptemet? Tényleg tudsz valamit, amivel jobb lehetne? Hallottál már a habanero paprikáról? Egy egész kert chili paprikája van. Kertnyi chili paprikája. Na, most jól beszóltunk Sanders ezredesnek. Na, úgy tűnik, hogy nem sikerült lenyűgöznünk. Ennyi. És itt vagyunk a konyhában, itt lesz a főzőverseny. Jó, itt van a kutya is. Nagyon jó, és itt van Sanders ezredes. Akkor most lesz a főzőverseny. Ó, és itt van a kisrác is, és az ipari sütő is. Hála égnek, most már együtt az egész állatkert. Hát ez valami gyönyörű. Na, fiúk, lányok, én viszont ennyit bírtam ebből a játékból. Ó, itt még egy döntési helyzet. Ki legyen Miriam partnere? Hát persze, hogy az ipari sütő! Oké. Ti ketten lesztek, és akkor... Ez most mit csinál? Ez berak valamit a sütőbe? De nem, őt nem használhatod sütőnek, ő egy ipari sütő, aki ide jár erre az egyetemre. Oké. Na, szóval, én ennyit bírtam ebből a játékból. Hát nem, nem az én műfajom, vagy lehet, hogy ez nem az én műfajom, de igazániból tök ingyenes, úgyhogy bárki nyugodtan kipróbálhatja, és adhat neki egy esélyt. Nekem így ennyi volt. Sanders ezredes elvette a randi szimulátor szüzességemet, és egy kicsit bevezetett a KFC rejtelmeibe, amire őszintén szóval nem voltam kíváncsi. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet! Ez volt Sexy Sanders ezredes kalandjai ebben a bohókás kis játékban. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!